Rangadóra került sor a kézilabda NB1B nyugati csoportjában, hiszen az élen álló EU-Fire Moson-Magyaróvár az 5. helyezett Szekszárdot fogadta a 21. fordulóban. A fekete mezes vendégek nem illetődtek meg az UFM Arena szép számú közönségétől, és 10 percig egyenrangú ellenfelei voltak az MKC-nak. A Szekszárd Kavecki és nagy vezérletével próbálta tartani a lépést. Negyed óra után még csak 8-5-re vezetett az óvár, de aztán beindult az MKC két szélsője. Kovacsic átteszi Bizikréka és egy kínai figura. Bizikréka és Kovacsic Mónika csak úgy szórta a gólokat, így a félidőben már 18-10 állt az eredményjelzőn. A mérkőzés képe a folytatásban sem változott, a Moson-Magyaróvár tartotta magabiztos előnyét, a Szekszárd pedig becsülettel küzdött. Hazai oldalon ki kell emelni Dányi Bernadettet, aki több nagy védést is bemutatott, és Kopecz Barbarát, aki a 4 gólja mellett remekül védekezett, és sok fontos labdát szerzett. Kopecz szerven, ez is bent van. 21-10. A vendégcsapat védekezésben átlagon felülit nyújtott, elől pedig Kavecki Edina remekelt, aki 10 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A Moson-Magyaróvár végül 28-19-re megnyerte a Szekszárd elleni mérkőzést, és zsinórban a 10. győzelmét aratta. Bognár Róbert csapata így továbbra is vezeti a tabellát. Örülök a győzelemnek, de nyilván ebből is le kell vonni a tanulságokat. Én is éreztem, hogy most egy picit fáradt a társaság. A Szekszárd szerintem nagyon jól játszott, tehát ő szerintem közel maximumot hozott, mi meg szerintem az 50%-át sem. A Moson-Magyaróvári gólok nagy részét ezúttal a szélsők szállították. Bizikréka 7, Kovacsic Mónika pedig 6 gólig jutott. Sajnos ez egy ilyen alvós mérkőzés volt. A Szekszárd jól játszott, gratulálok nekik. Hát sajnos el kellett jönni ennek a pillanatnak is, hogy így játszottunk, de legközelebb remélhetőleg kijavítjuk a hibáinkat. Gyengébb ellenfél ellen nehezebb felpörögni a meccsre, de nekünk ez a feladatunk, és most, mintha egy kicsit bealudtunk volna, de így is jól játszottunk szerintem, és hoztuk a kötelezőt. Az EU-Fire Moson-Magyaróvára még 4 meccs vár a bajnokságban. Elsőként most szombaton a Pilisvörösvár látogat az UFM arénába.